Hát akkor kívjuk a rendőrséget. Rendben. De mi az Isten van már itt? De még nem történt semmi, és maga itt agresszívan káromkodik. Csináljon már valamit, hát vannak főnökei, most ide jönnek is. Itt próbálja az arckiállításon tönkretenni a plakátokat, megtenni, hogy hagyj ide valakit. Hát itt ilyen emberek ide jöttek és leragaszgatják már rongálják a plakátot azonnal, mert elég gyorsan kellene, mert itt a rongálás elég magas szintre kezd hágni. Hány fő? Hát itt vannak páran, egy 8-10. Szintet lépett a családellenes propaganda az arckiállításon. Miközben Magyarországon sorra dőlnek a negatív demográfiai rekordok, ugyanis soha olyan kevés gyermek nem született, mint tavaly, az arckiállításon megjelent egy az anyaságot a lebutulással és a piszkos ruhával azonosító gyermekvállalás ellenes plakát, ami ellen a Mi Hazánk mozgalom tetlegességgel is fellépett, ugyanis átragasztottuk azt. Egyre több nemzetközi és hazai kutatás hívja fel a figyelmet arra, hogy az anyagi ösztönzők mellett a társadalmi elismerés, megbecsültség is fontos, befolyásoló tényező a családalapítás vonatkozásában, és ezért is tartottuk fontosnak, hogy fellépjünk az olyan hazugságokkal szemben, amelyek ezen a plakáton is szerepeltek. Nem igaz ugyanis, hogy egy édesanyának mindig piszkos a ruhája, ahogyan ez a plakát állította, ahogyan az sem igaz, hogy az anyaság egyenlő lenne a lebutulással. A Mi Hazánk tehát ez ellen tettekkel is fellépett. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy ezzel szemben igyekszünk egy pozitív kampányt is folytatni. Novák előtt képviselő egyévi jövedelmének felajánlásából finanszíroztuk a családi életformát népszerűsítő támogató plakát kampányt, amelyet a fideszes médiumok, például a Magyar Nemzet is betiltott. Ez a kiállítás konkrétan anya ellenes, magyar ellenes és magyar gyermekek meg nem születéséért kampányol, ezért különösen felháborító, hogy Újbuda DK-s polgármestere László Imre és Karácsony Gergely főpolgármester együttesen nyitották meg ezt a kiállítást, és Újbuda önkormányzata 13 millió forinttal támogatta is ezt. Ezennel felszólítom mindkettőjüket, László Imrét és Karácsony Gergelyt is, hogy határolódjanak el az anyákat becsmérlő és őket a lebutulással azonosító plakát tartalmától, és kérjenek bocsánatot minden magyar édesanyától. Újbuda önkormányzata pedig soha többé ne támogassa, nemhogy 13 millió forinttal, hanem egyetlen fillérrel sem ezt a kiállítást. A Mi Hazánk mozgalom 15 pontos programmal segíteni a gyermekvállalást, hiszen újabb és újabb negatív rekordok dőlnek meg, és a 2010-es évek pozitív trendjei után újra a termékenységi arányszám esetében is visszaesés következett be, és közelebb vagyunk a mélyponthoz, mint a Orbán Viktor által is célként megfogalmazott 2,1-es termékenységi arányszámhoz.